Und auch sogar mich. Aus Ueschtier, aus Ueschtier lesz a földre. Kisét a csendben, kettős pasorban, végén kilép az üres világban. Gitár szólóval és Mészöly Miklós ezen a területen állt tanyájában írt műveinek felolvasásával nyílt meg hivatalosan a Mészöly Tanya Szekszárdi Alkotóháza. A helyi önkormányzat, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Képviselői és a Mészöly 100 emlékév szervezői többek között ezen épület átadásával és az idei szervezett rendezvényekkel emlékeznek meg a 100 évvel ezelőtt Szekszárdon született Kossuth díjas magyar íróról. Mire végére jártam a szaknyelvi azonosításnak, egyik tovább maradt megszakítás nélkül a tűző napon, mint amennyit a szervezete el tudott volna viselni. 22 évvel ezelőtt Jankovics Zoltán barátommal gondoltunk egyet, és kijöttünk megnézni, hogy milyen állapotban van a Mészöly Tanya. Hát siralmas volt, és akkor döntöttünk, hogy megrohamozzuk az önkormányzatot, hogy valami történjen ez ügyben. Aztán eltelt egy kis idő, és a Uramfia Lászcsodát, az önkormányzat megvásárolta a területet. Megint eltmúlt az idő, nem igen történt semmi, fóliával borították a tetejét, de alapjában nem. És akkor megint gondoltunk egy merészet, és akkor javasoltuk, hogy hát épüljön egy alkotóház a Mészöly Tanya helyén. Ennek mindenki nagyon örült, csak hát évek során keresztül nem voltak pályázatok, akkor már gondoltunk arra, hogy szekszárdi összefogással összebeszéltünk egy csomó barátunkkal, majd rakunk téglát, meg hozunk téglát, meg kapunk ajtót. De hát az sem valósult meg, és aztán egyszer csak megkeresett minket a vagyonkezelő, hogy hát lenne egy ilyen pályázat, ahol megvalósulhatna ez. És aztán utána ebben a megvalósuló pályázatban, a pályázati rész irodalmi részében vettünk még részt. Egy top pályázaton elnyert 35 millió forintos támogatásnak és a helyi vállalkozóknak köszönhetően végül 2020 őszén létrejött az Alkotóház. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere ezen társadalmi összefogás jelentőségét emelte ki. Összefogással jött létre civil szervezetek, önkormányzatok, és hát természetesen aki ebbe bele tudott tenni valamit, az mindenki összefogott. A 100 évvel ezelőtt született író neves művei születtek ebben az épületben, amiről több relikvia, többek között Mészöly írógépe is árulkodik az épületben. Egy kis múzeumi tárlat van itt a relikviáiból, írógépétől kezdve, idézetek, interaktív tábla, most meg az életéből van egy totó, egy interaktív totó, és hát fönt van egy nagyobb terem, ami foglalkoztató vagy rendezvényre jó. Hát Isten igazából az Odeon terveztük mi, mikor ezt kitaláltuk, hogy akkor itt le lehet nézni a gyönyörű panorámára, és akkor legyünk kint. Az épülethez 150 méternyi utat is építettek, így az alkotóház könnyebben megközelíthetővé válik a domb tetejéről az érdeklődők számára. Továbbá egy kültéri színpadot is építettek. Hát rendezvénynek mi, amit ide szerveztünk, az a Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós Írói Akadémiát, annak rendezvényeit, például a nyitónapján itt lesz előadás, beszélgetünk. Ez minden évben, ez már a 8. akadémia, ez minden évben így kezdődik, hogy ide följövünk, megidézzük Mészöly Miklós szellemét, Mészöly szövegeket olvasunk és kocintunk. Úgyhogy amit az Egyesület szervez, vagy amiben benne van az Egyesület is, ezt szervezzük. Aztán majd ősztől gondoltunk rendhagyó irodalmi órákra, de hát akár csak egy család kijön és süssön szalonnát, akkor is jó helyen van. A Mészöly Napok koreográfiájának legfontosabb eleme a Mészöly díj és az emlékplakett átadási ünnepsége. A taps ezúttal Szollár Dávid irodalomtörténésznek szólt, akinek az író életét feldolgozó monográfiájáért vehette át az elismerést. Szkárosi Endre azt mondta, olyan műlátott napvilágot ebben a költeményben, mely nem hagyott elvarratlan szálakat a szekszárdi születésű író életművének elemzésében. Van itt egy alig túlértékelhető tény, hogy megjelent egy olyan Mészöly monográfia, termetes, jó vastag Mészöly monográfia, Szollár Dávid 10 éves munkája, amely hát ésszerűen és logikusan a Mészöly centenáriumra jelent meg, de tulajdonképpen egy olyan foglalata a mészöly életműről felhalmozott, irodalomtörténeti, esztétikai,
szaktörténészi tudásnak, amely egészen magisztrális mű. Tehát egyértelmű volt a Mészői Egyesület elnöksége számára, hogy idén ennek a műnek kell adni a díjat. És a másik oldala a dolognak, hogy ez egy olyan, ráadásul egy olyan magisztrális irodalomtörténeti mű, amely szakmailag nagyon kiterjedt, minden, az életmű minden szegmensére, minden vetületére kiterjed a figyelme, értelmezi, rendszerezi, rendszerbe építi, szál elvaratlanul nem marad, nagyon komplex összetett mű, majdnem tökéletesen megalkotott monográfia. Ugyanakkor erényeként emlegetik a kritikusok, hogy miközben teljesen oké, kiváló szakmunka, végig teljesen olvasható az irodalom iránt érdeklődő, de nem beavatott, tehát nem szaktörténész. Az irodalom iránt érdeklődő ember számára végig követhető, olvasható, tehát bizonyos értelemben, hát ha nem is népszerű olvasmánynak nevezném, de mindenképpen egy nagyon baráti olvasmány. Kicsit túl is léptem talán a kereteket, mivel hogy elég sok olyan fejezet van, amelyben Mészőinek valamely munkáját összehasonlítom világirodalmi jeles szerzőkkel, Albert Camus-vel, Samuel Beckettel, Gabriel García Márquezzel, akik és még másokkal, akik számára fontosak, vagy inspirálóak voltak, vagy éppen mit a partnerek voltak, kortárs magyar szerzőkkel, például Ottlik Gézával, szóba kerül a Mészőjel, ugye egyidős centenáriumát szintén ünneplő Pilinszky János, és mások, illetve fiatalabb generációkkal, akikből rengeteg van, ugye Szekszárdon tudják, hiszen már csak akik ide járnak, akiknek fontos vagy inspiráló volt Mészői pályájuk bizonyos szakaszán, Tandori Dezső, Nádas Péter, Krasznorkai László, Eszterházi Péter, vagy a fiatalabbak, a Darbasi, Márton, Kukorelli, Zalán Tibor, tehát hogy őket is azért amennyire lehet sorra veszem, mert nagyon fontos az is, tehát ők azok, akik Mészői időskorában, vagy Mészői halála után, ugye ez is 20 éve volt, hát, hogy is mondjam, integrálják a magyar irodalmi kultúrába, a magyar irodalmi nyelvben láthatóvá teszik. Tehát nagyon fontos az, hogy az öröklött Mészői képünk milyen, és ezt a Márton Lászlóknak és a Nádas Pétereknek ebben nagyon nagy szerepük van. A Szekszárdváros által alapított Mészői emlékplakettet ebben az esztendőben Ablonci Anna vehette át, aki Mészői Miklós feleségének életművét kutatta.